Következő vendégünk itt a stúdióban Pulai András, a Publikus Intézetnek a vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az Emília vendége volt néhány perccel ezelőtt Molnár Zsolt, ugye az MSZP részéről. Nem tudom, hogy végül is őt megkérdezte arról, hogy közvéleménykutatási eredményekhez ő mit szól, hogyan értékeli, de hogyha most az önök felméréséből indulnánk ki, és akkor induljunk ki most a Publikusnak a legfrissebb felméréseiből, akkor az MSZP halál, hol tart? Az MSZP azért nem áll olyan feltétlenül rosszul, MSZP-nek van körülbelül 1 millió szavazója, amivel a mi esetünkben a második helyet foglalja el a pártok versenyében. Nyilván az első helyen a Fidesz van, 1,8-2 milliónyi szavazóval, ez most 25%-ot jelent a utolsó mérésünk alapján, és a harmadik helyen van a Jobbik, ez most 10%-nyi szavazóval, az ilyen 8-9 ezer szavazót jelent körülbelül. Nyilvánvalóan az az érdekes, hogy a második helyi folyóverseny az hogy áll, és azt gondolom, hogy ez még nem dőlt el. Tehát a 18-as kihívónak a személye, illetve a 18-as kihívó párt vagy pártszövetség az még nem dőlt el. Hát a pártszövetség, hát hiszem, és amilyen összefogásra nem lehetett talán, de még van 8 hónapjuk. Figyelték azt is, hogy most az új felméréseknél, hogy mi volt a tendencia az előző felmérésekhez képest? Tehát, hogy fölfelé, lefelé, vagy stagnáló csökkent egy pontot, csökkent egy százalék pontot csökkent az összes nagy párt, ugye ez a három pártnak a támogatottsága, illetve az összes többi kicsinek érdemben nem változott. Az LMP-DK 3-3%-on áll, a Momentum az 2-n áll április óta. Tehát önöknél a Momentum azt jelezte, hogy nem jutnának be a parlamentbe. Momentum nem jutna be a parlamentbe, 2-nál az összes megkérdezett körében, és 3%-nál biztos szavazó körében, ez nem jelent parlamenti bejutást. Jelen pillanatban, aztán később mi történik, még azt ugye nem tudjuk. Az Emíliával, úgy látszik a mai adásban, egyre többet hivatkozok rá, de hát mi van, ilyenkor az van, ugyanakkor az embernek van egy műsorvezető társa, és van még kettőjük között kommunikáció, ennek csak örülni lehet. Szóval az Emíliával beszélgettünk egy kicsit arról, körülbelül fél órával ezelőtt, hogy a közvéleménykutatásokkal összefüggésben itt a különböző pártoknak a támogatottsága ugye hogyan változik, vagy változhat. És hogy milyen érdekes, hogy van 4 nagy felmérés, mondjuk amiket mi kigyűjtöttünk, Nézőpont, Tárki és a Republikon, meg önök, és hogy mindenhol egyértelműen a második a Jobbik, és a harmadik az MSZP, kivéve önöknél. Hogy erre mi a magyarázat? Én azt gondolom, hogy ennek módszertani magyarázata van. Az a kérdezés technikájából és módszertanából következik. Van, aki személyesen kérdez, van, aki telefonon, van, aki 1000 főt kérdez, meg valaki 2000 főt, valaki úgynevezett zárt kérdésekkel kérdez, amikor megadja a válasz lehetőséget, valaki nyitott kérdésekkel kérdez, úgyis, mint nem adja meg a válasz lehetőséget, és az emberek maguktól válaszolnak a kérdésre. És a válaszadó így, hogyha így találkoznánk, akkor lehet, hogy nem mondja meg rendesen, de telefonban megmondja rendesen? Vagy igen. Így mást mond, telefonban meg megint mást igen, mond? Igen, vannak ilyen módszertani különbözőségükből adódó differenciák az eredményekben. Ezek okozzák ezeket a bizonyos hibahatárokat? A hibahatár az egy másik módszertani fogalom, igen. De egyébként nyilván összefüggésben van ezzel is. A úgynevezett reprezentatív kutatás, amiket ugye mi csinálunk, és minden társcég is csinál, vagy versenytárscég is csinál, az azt jelenti, hogy az embereket olyan arányban kérdezzük meg, az emberek különböző társadalmi csoportjait olyan arányban kérdezzük meg a társadalomban, mint ahogy ők ebbe benne vannak. Uh-huh. Tehát mondjuk 180 budapestit kérdezzük meg, nem tudom, 250 nyugdíjast kérdezünk meg, és sorolhatnám az összes többi társadalmi csoportot. Készül egy matrix, egyébként amikor azt mondjuk, hogy reprezentatív kutatás, akkor az a lényeg, hogy mi szerint reprezentatív. És mi 5 dimenzió szerint készítünk reprezentatív kutatást, kor, nem, iskolai végzettség, település, típus és régió. Ez azt jelenti, hogy minden egyes dobozkába belekerül bizonyos számú ember. És a hiba határ az azt jelenti, hogy az eredmények, amit kapunk ez alapján, azok mennyiben térnek el attól, mint hogyha mennyiben térhetnek el statisztikailag attól, mint hogyha mindenkit megkérdeztünk. Igen, de hát gondolom az összes más közvéleménykutató cégnél hasonló a metódus, nem? Apró eltérésekkel, de igen, hasonló a metódus. Itt is vannak egyébként, hogy például mire reprezentatív. Van, akinél például iskolai végzettsége nem reprezentatív, van, aki más tart fontosabbnak. Tehát, hogy nem figyelnek oda, hogy mondjuk ott diplomás, vagy nem diplomás, hogy érettségével rendelkezik, vagy általános. Igen, tehát hogy vannak ilyen apróságok, de nyilván, hogyha van egy 5 dimenzió szerint reprezentatív véleménykutatás, akkor azért az ki fogja adni a 6-at is relatív pontosan, meg a 7-et is, meg a 8-at és összes többi más. Így hát ebből tudjuk azt levonni, hogyha
ezen öt dimenzió alapján leképezzük a teljes társadalmat, akkor valószínűleg pártszavazás szerint is leképezzük a társadalmat, akkor valószínűleg samponválasztás szerint is leképezzük a társadalmat, akkor valószínűleg telefoncég választás szerint is leképezzük a társadalmat. Ön, András, ismer politikusokat? Persze. Jó. Szokott politikusokkal beszélgetni? Adott esetben igen. Igen. Azt mondja meg nekem, amikor találkozik politikusokkal, legyen az jobbikos, MSZP-s, kormánypárti, mit lobogtatnak ők? Azt, hogy de a publikus szerint mi a másodikak vagyunk. Vagy arra szeretnének hivatkozni, hogy a Republikon a tárki nézőpont szerint viszont csak a harmadikok vagyunk, mint MSZP. Minden elő szokott fordulni. Kinek hisznek? Nyilván a legjobbnak hisznek, nem? Tehát ami az ő számukra kedvező. Hát egyrészt a legjobbnak hisznek, másrészt, hogyha rosszul megy a biznisz az adott pártnak, akkor hirtelen elkezd senkinek sem hinni. Na jó, csak hogyha jól megy a biznisz, akkor mindenkinek elkezd hinni. Csak hogyha a nagyszámok törvényén én mondjuk MSZP-s lennék, akkor valószínűleg még, hogyha nem is esne annyira jól, de valószínűleg azt mondanám, hogyha a négyből háromnál, három közvéleménykutatónál mondjuk a harmadik helyen vagyok, mert mondjuk körülbelül csak 7%-on áll, átlagosan nézve mondjuk a támogatottságom a biztos pártválasztók körében, akkor nem hinném el a publikusnak a felmérését, hogy ott viszont második vagyok. Kétségtelen, hogy a közvéleménykutatás az egy ilyen bizalmi iparág, és az nagyon fontos, hogy a hit, a közvéleménykutatások pontosságába vetett hit az ne vesszen el a szereplők között. De mi meglehetősen rigorózusan végezzük a munkánkat, és a módszertant, azt, ami alapján végezzük a munkát, azokat publikáljuk, és teljesen átlátható módon működünk. Az, hogy ilyen különbségek vannak, az ezzel együtt jár egyébként, hogyha ugye most az Ávec research-ot nem tették hozzá, de például ott is az MSZP a második helyen van. Uh-huh. Tehát van kettő cég, ahol az egyik van a másik helyen, van három, ahol a másik. Ugye, hogyha van egy éles, egy kiélezett pártverseny, akkor ez teljesen természetes. Mi alapján, hogy ilyen... csak egy gyors válasz, mi alapján, vagy hogyan döntik önök el, hogy na, most csináljunk megint egy közvéleménykutatást? Az egy nagy belpolitikai eseménynek kell történnie, hogy érdemes legyen egy közvéleménykutatást csinálni? Nyilván ilyen is van, de nálunk havonta egyszer. Adott esetben havonta egyszer, néha havonta, hogy úgy van, akkor havonta kétszer indul egy úgynevezett omnibus kutatás. Ez azt jelenti, hogy van 10 különböző megrendelő, aki 10 különböző témában nekünk ad kérdéseket, és akkor arra rákerül a pártpreferencia, pártok támogatottságát vizsgáló kérdés is, és akkor azt így egybe feltesszük. Ez nálunk mindig a hónap 10-e környékén indul plusz-minusz néhány nap, és akkor azzal szépen utána eldolgozgatunk a hónapig. Persze egyébként vannak ad-hoc kutatások is, meg hogyha van valami történés, akkor ezt persze érdemes külön megkérdezni, hogyha erre valaki megbízást ad. Hát igen, ez a pop szakma, szokták mondani. Akkor legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.